Szervusztok, kedves barátaim! Folytatjuk a festést, mégpedig megint spatulával. Ide teszünk még egy pár ilyen vastagabb ágat, mondjuk, hogy így. Látszik, hogy ez folyz nagyobb, mint a többi. Jó? Akkor meg mondjuk, hogy tehetünk ide pár fát ilyen. Sötétebb színbe. Ezek is itt lesznek. Így elő. Mondjuk, hogy ide is egy ilyen. Legyen ki ide is, egyet itt van egy hézak. Hát beindulom, és teszünk nekik árnyékot. Jó. Itt arról is, itt a fák alatt, itt megerősítjük itt az árnyékot. A nagy fáknak a törzsége. Jó. Jó. Ide is megteszünk egy pár vékonyabb ágacskát így. Legyen itt annyira üres. Jó. És akkor ide tegyünk egy pár ilyen apró virágot. Mondjuk legyen itt világosabb. Azért, hogy itt az árnyékban kicsit jobban lehessen őket. Látni. Ja. Ja. És ja. Körülbelül így, akkor ide vessünk ide be egy alakot, így mondjuk, hogy így fog itt eljárni. Nézzük meg, hogy hogy néz ki ez az alak. Jó.
Ez úgy tűnik, hogy inkább egy hölgy, mint egy férfi. No. Akkor tegyünk ide egy férfit is, hogyha ez nő. Akkor tegyünk ide egy férfit is. Jó. Rendben van. Innen még teszünk egy pár ilyen kis növényzet félét. Úgy. Ezt, hogyha igen, elnyújtottuk itt, akkor ki lehet törölni, mondjuk, hogy így, hogyha elrontottuk így. Mindjárt mutatom. Így. És akkor itten így folytassuk. Ez lesz a felső fele. Megtöröljük. Teszünk ide pici narancssárgát. Sárgát így. Így a haját mondjuk, és akkor itt lesz egy kalapféle. Itt árnyékok lesznek. Jó. Jó van.
akkor itt a fáknak a szélébe lehet tenni pár ilyen árnyékot. Mondjuk, hogy így. Ide még tegyünk egy pádalat, ilyen növényzetet, vagy növényzetet, így. Rendben. Ja. Jó, a kedves barátaim, ide is teszünk egy pár ilyen. A világosabb növényt, itt a találmolmai. Jó, így. Ja. De nézzük meg, hogy tudunk-e írni valamit. Jó, a kedves barátaim, itt befejeztük a képet, a festményt. Jó munkát kívánok nektek, várom a képeiteket, sziasztok!